Május 10-én évzárót tartott a Perus stadionban a Perus FC. A megyei első osztálybajnoka ezen az alkalmon vehette át a győztesnek járó serleget, és egyúttal megköszönte a szurkolók egész évi biztatását. Az összejövetelen Bocskai László elnök és Unger Tamás alpolgármester is gratulált a csapatnak, mely osztályozó nélkül feljutott az NB3-as bajnokságba. A keretnek sok ideje nem lesz a pihenésre, hiszen az alapozás már június végén megkezdődik. A stadion lelátója mögötti terület volt a helyszíne az évadzárónak, melyen elsőként Bocskai László elnök köszöntötte az egybegyűlteket. Mivel megnyertük a bajnokságot, úgy gondoltuk, hogy méltóképpen igazándiból úgy tudjuk megünnepelni ezt a sikert, hogyha a csapat 12. tagja is velünk van, mégpedig a közönség, a szurkolók. Örülök, hogy ilyen szép számmal megjelentetek. Két évvel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy bármilyen futball sikerben részünk lehet itt Pápa városában, hiszen akkor eléggé gyászos hangulatban voltunk, hiszen megszűnt az NB1-es futball, majd gyorsan elkezdtünk dolgozni azon, hogy mégis legyen Pápán felnőtt férfi futball, hiszen ennek a városnak hosszú-hosszú évtizedekre visszamenőleg megvan a múltja ebben a sportágban, és nagyon szép sikereket ért el, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy régen volt NB2-es, NB3-as csapatunk is, akikre büszkék lehettünk, és én úgy gondolom, hogy mindegyikön körül és büszke annak, hogy ismételten sikerült egy olyan csapatot összeállítanunk, akivel elértük azt, hogy Pápán megint NB3-as futball lehet. Mellette természetesen reménykedünk, és kicsit a jövőbe tekintünk, hogy ez nem egy tiszavirág életű öröm lesz, hanem tartósan bent tudunk maradni a jövőben is. Én szeretnék még egyszer gratulálni csapatunknak, megköszönöm a segítséget a szurkolóknak, megköszönöm mindenkinek anyagi és erkölcsi segítséget, és teljes gőzzel készülünk az NB3-ra. Az önkormányzat nevében Unger Tamás gratulált. Az alpolgármester azt mondta, nem gondolta volna, hogy a Lombard csődje után az új alakult csapat két éven belül az NB3-ban fog szerepelni. Többekkel együtt volt már alkalmunk arra, hogy bajnok csapatot avathattunk, illetve amikor felkerültünk egy magasabb osztályba, akkor jelen voltunk itt a pályán, de őszintén szólva ez nekem, ez a mostani esemény, ez sokkal kedvesebb marad, ahogy elnök úr is mondta, egy olyan bajnokavaton, illetve egy osztályugráson lehettünk jelen, ahol az első helyzet tulajdonképpen KO-ba részesítette a harmadik helyzetet. Azért ezt a nálam jobban futballhoz értők is meg tudják mondani, hogy ez nem szokott olyan sűrűn előfordulni. Én ehhez a kupához azt szeretném még hozzátenni, hogy ez egy külön gratulációt érdemel. Ez nagyon-nagyon jó élmény volt látni, és én mindenkinek azt mondtam, hogy voltam NB1-es meccseken, nagyon sokra eljöttem, de ilyen élvezetes játékot, és nyilván ekkora gólzáport én nem láttam még, és nagyon-nagyon jól esett. Másik az, hogy azt gondolom, hogy ez a kupa azt jelképezi, hogy Pápaváros önkormányzata, mint a kiemelt támogatója az Egyesületnek, végig abban bízott, hogy ez az Egyesület, ez a klub, ez olyan eredményt fog produkálni, ami minden pápai számára fontos lesz, emlékezetes marad. Végig bíztunk abban, hogy ez a klub hozza az eredményeket, nem is csalódtunk. Hát azt viszont azt gondolom, hogy az önkormányzat sem gondolta még álmaiban sem, hogy tulajdonképpen ilyen gyorsan, mert azért mondjuk ki, hogy számunkra nagyon gyorsan ilyen komoly eredménnyel NB3-ba juthat a csapat. A beszédek után Somogy Richárd csapatkapitány átvette a bajnoki címért járó serleget. Majd a játékosok a szurkolókkal közösen néhány pohársör és finom ételek társaságában felelevenítették a szezont, és természetesen a harmadosztály is szóba került. Marton Miklós szerint, amennyiben osztályozott kellett volna játszaniuk, akkor sem féltette volna csapatát. Szerencsénk volt, azt mondom, de nem féltem volna az osztályozótól se. Bár biztos, hogy volt jobb csapat nálunk a megyei csapatok közül.
De a srácok, ahogy oda tették magukat az utolsó mérkőzéseken, úgyhogy teljes odaadásra játszottak még az utolsó meccsen, és én úgy gondolom, hogy nem kellett volna félnünk az osztályzótósra, de így azért jobb. Több időnk marad a pihenésre és a felkészülésre. Én nagyon örülök ránk az első helynek. Már csak azért is már bizonyítottunk, igaz, hogy a megyébe, hogy pápai játékosokkal is el lehet érni eredményeket, és majdnem ugyanannyi néző kijött, mint itt a végén az M1-es mérkőzésekre, mert sokkal több azon sem volt. És szerintem egy élvezetes jó futbolt játszó együttest ismerettek meg a játékosokban. A Peruc edzője reményét fejezte ki, hogy a szurkolók az NB3-ban is a csapat mellé állnak. Köszönjük a szurkolóknak a támogatást, amit nyújtottak egész évben, és úgy gondolom, hogy a továbbban is mellettünk fognak majd állni. Hát 26-án kezdenénk a felkészülést. Ezt még nem tudom, hogy milyen kerettel, azon dolgozunk, hogy megerősítsük a csapatot, és hogy olyan erős csapat legyen, hogy biztosabban tudja maradni az NBA-ról. Úgy gondolom, hogy mindegyik posztra kell játékost hoznunk. Ki kell alakítani egy jó gerincet, és esetleg majd később még igazolni hozzá játékosokat, de ha most egy 5-6 játékost tudunk igazolni, szerintem az elég ahhoz, hogy biztosan bent tudjunk maradni, de azoknak olyan játékosoknak kell lenni, hogy húzzák a csapatot. Pápaváros önkormányzatának támogatásával a stratégiai légiszállítási program szervezetei 7. alkalommal rendezték meg a főtéren a tavaszi örömfutást. A minden korosztály számára aktív kikapcsolódási lehetőséget biztosító sportrendezvényen kicsik és nagyok egy nemes cél érdekében egyaránt futócipőt húztak, hiszen a résztvevők adományaikkal az Anna téri gyermekorvosi rendelő felújítását támogatták. A felajánlásokból végül közel 300 ezer forint gyűlt össze. Hetedik alkalommal gyűltek össze a futás szerelmesei a főtéren, hogy részvételükkel és adományaikkal egy jó ügy mellé álljanak. A tavaszi örömfutás idén is Jason McIlvain nevét viselte, aki ötletgazdája és tragikus hirtelenséggel bekövetkezett haláláig aktív résztvevője volt az eseménynek. Az ünnepélyes megnyitón elsőként Unger Tamás köszöntötte a résztvevőket. Az alpolgármester szerint az esemény jóval túlmutat egy futóversenyen. Ez a rendezvény erre az évre tulajdonképpen Pápaváros rendezvény naptárának az egyik nagyon fontos eseményévé nőtte ki magát. És az elmúlt évek során egész egyszerűen egy futás, egy sportrendezvényből egy egész családi nappá nőtte ki magát, ami nálunk itt Pápán júniusban egy nagyon pozitív dolog. Szóval június, mindannyian tudjuk, a városban a játék, a családok, és az öröm és a jó hangulatnak a hónapja. Ez a rendezvény azonban ennél sokkal több is. Ez a rendezvény egy példaértékű rendezvény, kiválóan meg tudja mutatni, hogy hogyan lehet a sportot, a jótékonyságot, a jó hangulatot ötvözni egymással, hogyan lehet a támogatást, a társadalmi felelősség szerepvállalást ötvözni egymással. És ahogy az elmúlt években is, ebben az évben is kimondottan köszönetet kell mondanunk a szervezőknek és a résztvevőknek, és ebben az évben a meghirdetetteknek megfelelően a Szent Anna téri gyermekorvosi rendelő felújítására fordítják a befolyt összeget. És mivel természetesen ez önkormányzati intézmény, ezért az önkormányzat nevében szeretnék nagyon nagy köszönetet mondani. Én azt kívánom, hogy a következő években nagyon sokáig, amíg a Pápai Bázis repülőtéren működő szervezetek itt vannak nálunk és itt dolgoznak, legyen sikeres a rendezvény, és minél többen vegyenek részt ezen a rendezvényen. Jó napot kívánok! Welcome everyone to the annual Jason McIlvain Fun Run. Ezután Trevor Nitz ezredes, a nehéz légiszállító ezred parancsnoka az önzetlen, egymásért tenni akarásról beszélt, és köszönetet mondott a futóknak, valamint a szervezőknek. Az ezredes ezután ajándékot nyújtott át Unger Tamásnak.
Ugye a SEG program nevében nagy szeretettel szeretném átnyújtani ezt a pósztert, megköszönve tényleg mindazt a nagyszerű támogatást, amit az évek során kaptunk a várostól. A szervezők a kísérőprogramokról sem feledkeztek meg, ki lehetett próbálni a floorballt, volt véradás, Rocky bemutató és közös bemelegítés is, mely után az 5 kilométeres távra vállalkozók álltak a rajtvonal mögé. A leggyorsabban Tamás Attila teljesítette a távot. Igyekeztem ezen a távon is helytállni, úgy érzem, hogy jól sikerült. Nagyon jól éreztem magamat a többi versenyzővel egyetemben. Tegnap voltunk egy hosszabb honvédségi versenyen csapatban. Az egy kicsit megterhelő volt, mivel dupla távot kellett futnom, de örömömre szolgált, hogy nagyon jól teljesítettünk ott is, illetve nekem is jól sikerült a hosszabb távon helytállni. Egy picit féltem, hogy a mai verseny hogy fog sikerülni, de tökéletesen ment minden. Családdal együtt érkeztünk, a kisebbik lányom 400 méteren, a nagyobbik lányom viszont az 5 kilométeren képviselte magát, úgyhogy őnek nagyon nagy gratulom, mert sikerült nekik egyrészt teljesíteni a távot, másrészt pedig jó helyezéseket elérni. Az időeredményed milyen lett, ma nézte le? Megmondom őszintén, hogy az időt soha nem szoktam nézni. Tehát mindig jól esik a futás, így az időt soha nem nézem. További futórendezvény, amin találkozhatunk veled, lesz mostanában? Igen, a bázis reptére lesz egy túlélő futás megrendezve, illetve nem tudom, hogy a későbbiekben, illetve a nyáron lesz-e még valamilyen futóverseny, illetve rendezvény, de ha lesz, akkor valószínű, hogy a családdal képviseltetni fogjuk magunkat rajta. Ha már a túlélő futást említed, másfajta felkészülést követel egy ilyen rendezvény, mint egy itteli futóverseny? Igen, egyrészt oda nem elég, hogy tud futni az ember, oda a kötélmászási technika kell, ami erővel párosulva tud egy olyan versenyhelyzetet teremteni, amiből ugye nyertesként tudsz kijönni. Magát a kezdeményezést milyennek tartod a mait, ugye hát jótékony célt is szolgál a verseny? Ezt nagyon jó kezdeményezésnek tartom, illetve nagy örömmel szoktunk rajta a részt venni. Sajnos azt vettem észre, hogy nem voltunk valami sokan, mivel egy jótékonysági futás szerintem, aki még kevesebbet mozog, illetve nem úgy van a futásba, illetve a versenyekbe, ugyanúgy képviseltetni tudta volna magát, hiszen ugye megrendezésre került ez az emlékfutáson belül egy gyaloglás is, amit szerintem bárki le tudott volna sétálni, illetve teljesíteni tudta volna a távot. Úgyhogy remélem közeljövőbe, illetve hogyha jövőre is megrendezésre kerül, akkor minél többen részt fognak venni az eseményen. Gangler László ezredes, a bázis repülőtér parancsnoka családjával érkezett, és aktívan részt vett a versenyen. A verseny neve is örömfutás, úgyhogy itt mindenki örült annak, hogy futhatott. Szerencsére az idővel óriási mákunk volt, hiszen nagyon jó időt fogtunk ki. Ahhoz képest, hogy délelőtt szakadt az eső, délutára teljesen kiderült, és az időjárás is a pártunkra állt. Magát a kezdeményezést milyennek tartja, hogy jótékony célból összejönnek az emberek itt? Ez egy rendkívül jó dolog, hogy valakit minden évben sikerült támogatni, de azon kívül is jó az, hogy együtt vagyunk, közösséget formálunk. Amikor ilyenkor az ember kiengedi a gőzt, akkor utána egy kicsit mindig könnyebb dolgozni is együtt. Minden évben aktív résztvevő vagyok, eddig 2012 óta minden évben lefutottam ezt a távot. Az idén egy kicsit nehezebben, később tudtam egy betegség miatt elkezdeni az edzést, úgyhogy ez volt az 5. futásom ebben az évben. Máskor azért edzettel szoktam ilyenkorra lenni. Egyedül érkezett vagy a családdal? Az egész családom, itt volt feleségem és a két lányom is. És nekik hogy sikerült? Hát majd meglátjuk az eredményhirdetést, úgy tudom, hogy meglepetést tartogat majd az egyik oklevél. A bázis repülőtér parancsnokának végül igaza is lett, hiszen a 22-32 év közötti hölgyeknél lánya, Gangler Aletta diadalmaskodott. A futók után a gyalogló 2 kilométeres távja következett, majd a legkisebbek is lefutották a rájuk kiszabott 400 métert. Ebben a kategóriában a lányoknál Könyves Kitti ért először célba. Nagyon tetszett, mert sokan voltak, és nem volt olyan hosszú, úgyhogy bírtam, mert én nem szeretem annyira hosszú távokat, és jobb vagyok rövid távon. Itt volt a család is, ők is biztattak? Igen, és örültek neki, hogy megnyertem. Ugye ezt el kell mondani rólad, hogy rendszeres futó vagy, hiszen a Pápai Atlétikai Klubnál versenyzel. Mióta és milyen eredményeid vannak? Hát egy évvel járok a pacba, és most a Diák Olimpián bejutottam az országos döntőre. Megyeim második lettem, de az izővel jutottam be. És tavaly megnyertem októberben a 200 és 600 métert, szintén tavaly. A nejem pedig
100 méteren második lettem. Jövőre is eljössz erre a rendezvényre? Szerintem igen. Az ünnepélyes eredményhirdetésen kategóriánként és nemenként az első három helyezettet díjazták. Emellett külön elismerésben részesült a legfiatalabb induló, a mindössze két esztendős Koller Laura, valamint a legidősebb résztvevő Polgár Györgyné. Az esemény fénypontja az adomány átadása volt. A gyermekorvosi rendelőnek végül 292.870 forint gyűlt össze. A dobogó harmadik fokára hajtó Pécs ellen búcsúzott az U18-as bajnokságtól a Pápai Egyesített Labdarúgó Klub lánycsapata. Pödör Ákos alakulata a mérkőzés eredményétől függetlenül a 11 csapatos bajnokság 5. helyét szerezte meg, így helyezést befolyásoló tétje nem volt a két félidőnek. Az összecsapáson a vendégek nyertek 2-1-re, ám a pápaiak az utolsó percig küzdöttek és nem adták fel, amiért dicséret illeti őket. Fél óra játék után Prigli duplájával 2-0-ra vezetett a Pécs. A második félidő elején aztán Pödör Patricia révén sikerült szépíteni. A folytatásban sajnos nem jött össze az egyenlítés a miénknek. A 2-1-es vereség ellenére a pápai lányok minden dicséretet megérdemelnek. Én összességében elégedett vagyok a látottakkal. Egy nagyon jó csapattal találkoztunk, akik ugye azért küzdöttek, hogy a dobogó harmadik fokára érjenek, ami ugye ezzel a győzelemmel sikerült. Úgy gondolom, hogy a lányok nagyszerűen játszottak, nagyszerűen küzdöttek. Egyszerűen olyan objektív okok voltak, ami miatt nem sikerült még szorosabbá, vagy esetleg fordított eredményt elérnünk, az, hogy sajnos a mai mérkőzésen több olyan gyors emberünk hiányzott, ami ehhez a mérkőzéshez nagyon-nagyon kellett volna. Mert ezen a csapat ellen csak egy gyors, lefolyású, lendületes támadásokkal tudtunk volna eredményt elérni. De ebből jó pár játékos nem állt ma rendelkezésre, betegség, egyéb elfoglaltság miatt. De akik pályán voltak, azok maximálisan mindent megtettek a jó eredményért, és úgy gondolom, hogy abszolút emelt fővel jöhettek le a pályáról. Némi védekezési, tolódási hiba következtébe kaptuk a gólokat, amiket úgy gondolom, hogy az ellenfél nagyszerűen használt ki, és nagyszerű lövéseket fejezte be az akciójukat. Azért sajnálatos, mert ezekre az akciókra kifejezetten számítottunk, készültünk, de mégse sikerült levédekeznünk. Természetesen tanulunk ebből, és reméljük, hogy a legközelebbi mérkőzéseken ezeket a hibákat már nem követjük el. Tudtatok esetleg játékos pihentetni a holnapi arany rangadóra? Hát sajnos nem. Hiszen az előbb említett okok miatt több olyan hiányzónk volt, ami miatt nem tudtuk azokat a forgatásokat megcsinálni, amit eredendően szerettünk volna. És természetesen a mai mérkőzést is szerettük volna megnyerni, amire én úgy gondolom, hogy nem is voltunk esélytelenek, hiszen a lányok mindent kiadtak magukból, és csak dicsérni tudom őket. De mondom, legközelebbi mérkőzésen megpróbáljuk, és legközelebb sikerülni fog. Ugye ezzel véget ért a bajnokság számotokra, nagyjából a középmezőnyben végeztetek, ezzel mennyire vagy elégedett? A helyezéssel kevésbé, a mutatott játékkal igen. Én úgy gondolom, hogy az egész szezon folyamán jó teljesítményt nyújtottak a lányok. Amikor nem sikerült győzniük, vagy pontot szerezni, akkor el kell ismerni, hogy ilyen-olyan oknál fogva jobb volt az ellenfél. Sajnos ebbe az évbe sok kisebb-nagyobb gonddal küzdöttünk, és ezt nem sikerült teljes mértékben megoldani. Ezen gondok egyrészt a betegségek, sérülések voltak, a másik okok pedig az, hogy a kulcsjátékosok több fronton voltak érdekelve, és nem mindig sikerült úgy megoldani a pihentetésüket, a frissen tartásukat, hogy az eredményességbe jobban megmutatkozott volna, de hát ezzel nincsen semmi gond, erre tudtuk, számítottunk rá, és a partnerekkel, akikkel ugye hasonló cipőben vagyunk, a legnagyobb egyetértésben történtek ezek a dolgok, tehát semmi olyan okot nem róhatunk fel egymásnak, ami ehhez vezetett volna. Hál' Istennek ügyes, tehetséges lányaink vannak, akik több fronton is érintettek, és néha ennek vannak ilyen következményei, hogy időnként nem elég frissek, nem elég élesek egy-egy mérkőzésre van ilyen. Holnap pedig ugye nyárádon az aranyatét Csetény ellen, mennyi esélyt jósolsz a bajnoki címbe gyűjtésére? Hát úgy állunk neki a mérkőzésnek, hogy mindenféleképpen azt a mérkőzést meg akarjuk nyerni.
Tehát mindent megteszünk azért, hogy holnap győztesen hagyjuk el a pályát. És gondolom a lányok egyértelműen így gondolják, és így is fognak cselekedni. A felnőtt megyei bajnokságban a hölgyeknek sajnos nem sikerült feltenni a koronát egész éves teljesítményükre. Csetény ellen 2-2-re végeztek, így az Ajkával azonos pontszámmal, de kevesebb győzelemmel a második helyre szorultak. A Pápai Lovas Klubese első alkalommal hagyományteremtő szándékkal rendezett pénzdíjas díjugrató versenyt az egykori Vasas sportpályán. A bajnokságon 120-nál is több startot regisztráltak a szervezők, amivel elégedettek voltak a házigazdák. A napot gyermekügyességi verseny és tombola is színesítette, melynek fődíja egy kancacsikó volt. Pápai színekben két lovas indult a nívós mezőnyt felvonultató bajnokságon. Nem fogadtak egyeibe az időjárás a verseny délelőttjét, így a bajnokság első felében versenyzőknek bizony az akadályok mellett az esővel is meg kellett küzdenie. Pápai szempontból jól indult a nap, hiszen kezdő lovas kategóriában Halász Krisztina a második lett. Kocsis László versenyigazgató szerint a pályatalaja és az új helyszín is jelesre vizsgázott. Ugye először a kezdő lovasok, ugye, akik az idei évben kezdenek versenyezni, azok szerepeltek. Most egy nyitott 100 cm-es versenyszám zajlik. Egész napra 125 nemező van, tehát jónak mondható. Hála Isten, azt mondom, hogy sokan eljöttek. Jelen esetben ugye sajnos esik az eső, de úgy látom, hogy a pálya talaját nem zavarja, tehát nincs probléma a talajja. Talán egy kicsit csúszik, de nem mély, tehát nem rossz a talaj. A terület itt van, tehát abból nincs probléma, inkább ugye az van, csak hogy fedett hely nincs, tehát a lovak számára ugye nem lehet, hogy az esőben most nem tudják őket tető alá bevinni, vagy boxok nincsenek, mobilboxok, ugye mindenki csak az utánfutójába, vagy az utánfutójához, vagy a kamionhoz tudta kikötni a lovakat. Hát későbbiekben, hogyha itt lesznek lovas versenyek, akkor valószínű, hogy valami megoldást erre mindenféleképpen kell találni, mert ugye a mai kor igényeinek megfelelően, tehát nem jó nézzel nézik a lovasok, tulajdonosok, gazdák, hogy mondjuk egész nap ázik kint a ló. Ugye minden első versenyhelyszín azért nehezebb, ugye nálunk én a lovas iskola minden egyben megvan, és ide ugye mindent úgy kell idehozni, és de hát azért összeállt, tehát mire ki volt írva a versenyen, rá tudtuk kezdeni. Pápaiak képviseltetik-e magukat ma? Igen, ugye Halász Krisztina már szerepelt a kezdőlovas versenyszámot, egy második helyezést ért el, és természetesen még Tucai Natália fog versenyezni tőlünk. Sajnos van lósérülés, tehát a Bodasárinak is a lova megsérült, meg a Tórgárgának a lova is megsérült, és azok sajnos nem tudnak itt most részt venni. Mennyire nehéz a mai pálya, mennyire technikás? Hát nem mondhatnám nehéznek, ugye itt ez nagy pálya, tehát nagy terület, nincsenek szűk fordulók, és ugye úgy mondhatom még azért, hogy nagyon a verseny évad elején vagyunk, a szabadtéri évad elején, ugye vannak fegyeles versenyek is, de azok már ilyenkor lezajlottak, és viszont a nyitott szabadtéri versenyek, ugye azok igazából május elejétől indulnak, tehát még itt június elején, itt még nincsenek olyan követelmények, ugye ez mindig az év folyamán mindig nehezednek a feladatok, és ugye az őszi versenyekre, szeptember, október, amikor jönnek már a döntők, megyei döntők, régiós döntők, ugye akkor vannak a legnehezebb pályák. Lehet-e ebből a versenyből hagyomány? Hát remélem. Tehát most azért valószínű, hogy a lovasok, akik most ide eljöttek, azok, ha most itt jó szájízzel mennek haza, akkor szerintem lehet. Hogy az idén lesz-e ennek folytatása, még azt nem tudom, de jövőre valószínű. Halász Krisztina második helye mellett Cucai Natália 120 cm-es kategóriában 9. helyen zárt. A társasági adó nyújtotta lehetőségeket kihasználva a Pápai Egyesített Labdarúgó Klub a tárgyi eszközbeszerzések második ütemében pályaápoló gépeket vásárolt. A mintegy 24 millió forintból többek között fűnyírót, permetezőt, műfülazítót és hótolót vásárolt a klub. Ezen felül az egészségügyi felszerelések rendbetételére is nagy gondot fordítottak. A beruházás keretében egy defibrillátor készüléket is kihelyeztek a stadionban.
A Peruc FC utolsó mérkőzésén állította ki a klub azokat a pályaépítési gépeket, melyeket a támogatóknak köszönhetően sikerült beszerezni. Ez azt jelenti, hogy az eszközbeszerzés második üteme is sikeres volt, így a pályák állapotára még nagyobb gondot tudnak fordítani. Hála Istennek sikerül mindig egy picit fejlődnünk, azért ezt előjáróban el szeretném mondani, hogy a legkevésbé látványos része talán egy egyesület működésének az, hogy egyáltalán működik. Tehát a 2016-17-es távoli évből most már kevesebb, mint egy hónap van hátra. Azt mindenképpen el szeretném mondani, hogy támogatóinknak és az önkormányzatnak köszönhetően azt gondolom, hogy minden zökkenő nélkül sikerült ezt az évet végigvinnünk. Ugye azért mondom, hogy ez a legkevésbé látványosabb, mert ugye nap mint nap jönnek a gyerekek edzésre, a versenykorcsoportok mennek, utaznak, versenyeznek, de hát ugye ehhez kell a legnagyobb anyagi forrás és a legtöbb munka, és most itt a vége felé közeledve az évnek azt gondolom, hogy nem voltak gondjaink, és eredményesen is szerepeltek a csapataink. És természetesen aztán mindig törekszünk emellett arra, hogy tudjunk fejlődni. Ebben az időszakban két dolgot céloztunk meg, amit azt gondoltunk, hogy a legfontosabb. Az egyik az, hogy befejezzük a második ütemét a pályaápoló gép vásárlásnak. Ez meg is történt. Nemrég érkeztek meg mintegy 24 millió forint értékben a gépeink. Ez azt jelenti, hogy újabb fűnyírót, traktort a gépekhez, a gépek mozgatásához szükséges utánfutót, valamint több kiegészítőt, permetező, hótoló kiegészítőt vásároltunk. És most már tényleg azt mondhatom, hogy talán még egy műfűhöz való mélytisztító adaptert, ha sikerül megvásárolnunk, akkor a következő évekre saját magunk tudjuk a pályáinkat, legalábbis a gép szükségletét biztosítani. Ez talán tényleg nagy dolog. Ezen kívül éreztük azt, hogy például az egészségügyi felszereléseinket is illene frissíteni, ezért masszázságyat, hordágyat, orvosi táskákat vásároltunk, és a legnagyobb léptékű fejlődés az az volt, hogy egy defibrillátor készüléket sikerült megvásárolni és elhelyezni itt a stadionba. Hát itt az utóbbiakra remélem nem lesz szükség, de mégis ad egyfajta biztonságot. Ugye az most már eldönt, hogy a Peruc FC az NB3-ban fog indulni, hiszen osztályozó nélkül kivívta a feljutást. Ez az utánpótást milyen mértékben érinti? Hát ugye hála Istennek csak jó, olyan szempontból mindenképpen, hogy talán még nagyobb motiváció a gyerekeknek. Ugye gyakorlatilag a Lombard csődjénél az a kérdés merült fel, hogy az utánpótlás, ha nem lesz, vagy egyáltalán olyan szintű pápai foci lesz, aminek nincs is utánpótlás igénye, akkor mi lesz velünk? És akkor is úgy gondoltuk, hogy meg kell őrizni ezt a felépítményt, azt az utánpótlás rendszert, ami az NB-s klubok számára kötelező, mert hogyha eljutunk idáig, akkor egy lerombolt utánpótlás rendszert már lehetetlen lett volna visszaépíteni, és most ezt a munkát igazolva látjuk, hiszen minden korcsoportunk megvan ahhoz, hogy az NB3-as csapat utánpótlás követelményeit teljesítsük, illetve azt szeretném elmondani még, hogy a szakmai értékelés nyilván a szakmára, a szakmai igazgatóra és az edzőkre hagynám, de a két legfontosabb dolog az, hogy ugye alközponti státuszt nyert el egyesületünk. Ilyen csapata gyakorlatilag 60, körülbelül 60 van Magyarországon, és ugye fölött állnak a 12 kiemelt utánpótlás központ, és az, hogy a női vonalon pedig a kiemelt utánpótlás képzési központ lehetünk. És azt gondolom, ez az utánpótlás szint, ez még egy kicsit túl is mutat egy NB3-as csapat keretein, de hát mi úgy próbálunk dolgozni, hogy aztán a felnőttek, hogyha jó esetben egyszer még tovább tudnak lépni, akkor minden adott legyen. Egy NB3-as csapat licenszénél nyilván előírják azt, hogy milyen csapatokat, milyen utánpótlás csapatokat kell versenyeztetniük. Természetesen minden korcsoportban kell csapattal rendelkezni, ez megvan, és még plusz anyagi forrást is jelenthet az, ha a női csapatok is indulnak, és ezek is megvannak. Tehát azt gondolom, hogy mi abszolút megfelelő hátteret tudunk biztosítani a Perucnak. Az ügyvezetőtől megtudtuk, a fejlesztések terén itt nem szeretnének megállni, őszre további terveket szövegetnek. Gyakorlatilag a tárgyi eszköz fejlesztéseknek két nagy része van, amik ingatlanhoz kapcsolódóak, és amik kifejezetten tárgyi eszközök. Hát itt az ingatlanoknál azt kell, hogy mondjam, hogy nagy terveket szőttünk az előző pályázatba, akkor már említettem, hogy a nagy műfüves pálya felület cseréjét, illetve a sparipálya műfüves pályának felület cseréjét is tervezzük. Itt egyelőre még úgy áll a dolog, hogy sem a TÁO támogató
túl a teljes távos összeget, sem pedig hát az önkormányzati őrrészt még nem sikerült erre biztosítani. Amint mindkét dolog összeáll, vagy együtt lesz, akkor ezek a nagy beruházások is megvalósulnak. A kis műfűves pálya kapcsán azt tudom elmondani, hogy ott sikerült a távórészt összeszednünk, tehát gyakorlatilag az MLS-hez azt oda közvetítettük, az önkormányzat biztosítja az őrrészt, tehát én nagyjából úgy számolom, hogy szeptember környékén itt a csarnoknál még egy, a meglevőn egy picit kisebb méretű műfűves pálya fog épülni. Május utolsó hétvégéjén Csömörön rendezte a Pest megyei kézilabda szövetség az MB2-es junior bajnokok évzáró tornáját. Öt másik bajnok csapattal egyetemben a Bakonyerdő pápa fiataljai is ott voltak a mezőnyben, ahol a Honvéddal, Túrkevével, Kisvárdával és a Dunajvárossal mérkőztek meg. A fiatalok annak ellenére, hogy hadilábon álltak a szerencsével, a negyedik helyet meg tudták szerezni, sőt Bors Marti jóvoltából a gólkirályi cím is pápára került. Harmadik alkalommal rendezte meg a Pest megyei kézilabda szövetség a bajnokok tornáját, melyen a Bakonyerdő pápa első ízben vett részt. A csapat a B csoportban a budapesti Honvéddal és a Túrkevével mérkőzött meg a továbbjutásért. Az erős mezőnyben a fiúk végül lecsúsztak a dobogóról, de edzőjük szerint értékes tapasztalatokkal tértek haza. Egy elég kemény csoportba kerültünk, és az első meccsen, ahol nagyon megilletődtünk ettől a profi szemlélettől, tehát nekünk egy kicsit új volt ez az egész világ, hogy a névre szóló öltöző, hogy az ebédet kapjuk, hogy a feliratozott pólókat kaptuk, és hogy tudatosult az, hogy ide hat bajnok érkezik meg hasonló önbizalommal, nem pedig lejátszunk egy olyan mérkőzést, amikor torony magasan ki vagyunk kiáltva esélyesnek, és akkor belépnek a csarnokba. Azért ide senki nem szeretett járni, én úgy gondolom, juniort játszani. Azért kialakult az most már évek óta, hogy azért úgy féltek tőlünk. Ami jó dolog volt. Itt viszont mi félhettünk egy kicsit, és ez az első meccs nagyon látszott, és a Honvéd az nagyon megvert minket. Tehát egy nagyon nagy pofonba belenéztünk mindjárt az elején, egy fél időbe telt, mire képbe kerültünk, hogy valójában hol is vagyunk. A kaput nem sikerült szerintem úgy egy értelmes lövéssel eltalálnunk az első 20 percbe. Aztán utána egy kicsit összeszedtük magunkat, de a jótól nagyon messze voltunk, és ezt magunkhoz képest kell érteni. Tehát mi ennél tudtunk volna sokkal jobban is játszani. Aztán ugye 2-3-as csoport volt, a Honvédtól kikaptunk, viszont a Túrkevét megvertük. Meggyőző játékkal, ott azért már jobban játszottunk, de nagyon elfáradtunk, tehát ugye nekünk nem kedvezett ez a lebonyolítás nyilván, tehát mi ilyen szinten 4 mérkőzés lejátszani egy viszonylag rövid, valóban junior korú paddal azért nagyon nehéz. És ez látszott is, mert ugye a sorsolás olyan szerencsétlenül alakult a számunkra, hogy a túrkevei győzelem után egyből elődöntőt kellett játszanunk. Amit lejátszottunk a Kisvárdával, ott nagyon hajtósak voltunk, nagy volt a küzdés, bár nem játszottunk jól ott sem. Tehát nagyon messze játszottunk attól a könnyed játéktól, mint amit itt megszokhattak tőlünk. Azonban X-re mentettük azt a meccset, és hetesekkel dőlt el a döntőbe jutás, és nem volt szerencsénk. Tehát tényleg ráadásul nem is az, hogy egy kimaradt hetes, hanem egy ilyen semmit mondó technikai belefújás, hogy az elvégzést kritizálta a játékvezető. Most nem akarom megnevesíteni, hogy ki miatt, mert én nem érzem úgy, hogy bárkinek, mert volt egy hibánk is, volt egy ilyen technikai hiba, most én nem akarom, hogy az ő nyakukba várjam ezt. Éppen eléggé megviselte ez őket, de nem hinném, hogy ez ezen múlt. Mert akkor nézhetnénk azt is, hogy ugye úgy tudtunk csak X-re menteni, hogy kettős hátrányba kerültünk a végén, és ugye a kiállítottak nem lőhettek 7 méterest, úgyhogy valahogy a fáradtságunkban a sors így szolgáltatott igazságot, hogy nem adta meg nekünk a döntőt, ahova egyébként szerintem reális esélyünk lett volna bekerülni. Aztán a bronzmeccsre annyira elfáradtunk, hogy ott sajnos már nem tudtunk ehhez hozzászagolni. Hát nyilván nem lettünk utolsók, negyedikek lettünk, mi az éremért mentünk, így egy kicsit keserű ez a történet, bár ott volt egy hetesre voltunk a biztos éremtől, hogy ezüstérmet szerezzünk. Én úgy gondolom, hogy a hat csapatból a Honvéd után mi voltunk a második legjobbak, de pont ez a tornáknak a szépsége, meg az úgymond a hátulütője is, hogy itt aki egy jó napot kifog, az igenis képes többre,
bár a Honvéd úgy gondolom, hogy nem csak ezen a napon lett volna jobb, hanem egyáltalán egy erős, mondjuk 14-5-96-os játékosból volt, tehát egy teljes korosztályt vettek le. Viszont utána mi voltunk, de ez a nap ez nem a miénk volt, ez olyan a szezon végére sikerült nekünk. Ettől függetlenül azért nem vagyunk csüggettek, tehát attól, hogy egy ilyen impozáns közönség előtt egy ilyen nagy tornán részt vettünk, ez az egyesületet csak előrébb viszi. Mi a vezetőket, Posgai elnök úrral voltunk, mi képviseltük ugye az egyesületet, roppant büszkék voltunk a gyerekekre, meg egyáltalán arra, hogy igazából az észak-nyugati amatőr kézilabdázást ebben az évben mi képviselhettük, és én úgy gondolom, hogy ezek a gyerekek jó nagykövetei voltak ennek a sportnak. Ráadásul ugye elhoztatok egy külön díjat is, hiszen ugye Bors Martin gólkirály lett, ugyanúgy, hogy a junior mezőnyben. Persze, Bors Martin igazából mindent megnyert idén, amit megnyerhetett. Ugye a felnőttben is házi gólkirály lett már. A junior bajnokságban gólkirály, illetve ezen a tornán is ő szerezte a legtöbb találatot, ami úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon szép eredmény, és talán főleg attól nagy érték ez, hogy éppen az utolsó meccsünkről készült televíziós összeállításban a nyilatkozata tette. Én úgy gondolom, igazán értékessé ezt a játékost azzal, hogy igenis elmondta, hogy ő neki ez a bajnoki cím volt a fontos, a többi pedig csak vele jött. Így lehet ilyen teljesítményt elérni, hogyha egy játékos a csapatnak alárendeli magát, és igen, ez a közösség tette ezt vele, tehát nyilván ez a csapat felnéz rá, és kapitányának tekinti, és ő pedig vitte a hátán a terhet, és ebből alakultak ki ezek a nagyon nagy elismerések, amelyikre én úgy gondolom, hogy mindegyikre rá is szolgált, és nagyon remélem, hogy nem akar itt megállni, tehát ezt akár felnőttben is elérheti, egy jó vezére lehet a felnőtt csapatnak is. Van még azért hova fejlődni nyilván neki is, bár tény, hogy a város egyik legtehetségesebb kézilabdázója, főleg azért, mert balkezes. Másrészt meg a kemény munka az, amit beletett ő ebbe most már évek óta, ahogyan a testvére is beletett. Én azt mondtam neki annak idején, amikor ide került, hogyha olyan szorgalmas lesz, mint a testvére, akkor ki fog emelkedni, és fel fognak rá figyelni a kézilabdás életbe. Az elején nehezen indult be ez a munka, de aztán ő is megértette ezt, és igen, itt vannak azok a sikerek, amikről azért én úgy gondolom, hogy minden fiatal, annak ellenére, hogy csapatsportot választ, álmodik, és akkor jó ez, hogyha a csapat sikerrel jön. Így én azt gondolom, hogy ennél jobb helyre nem kerülhetett volna ebbe a mezőnybe, abszolút megérdemelte. Nagyon sokat segített az én munkámban is, nagyon sokat tanulnak tőle a társak, viszont mindenkire odafigyel, és mindent megtesz minden egyes nap azért, hogy ez a csapat igazi csapat legyen. Esetleg a teljesítménye más csapat érdeklődését nem keltette fel? Biztos, hogy figyelik, tehát ugye korábban is szerették volna már innen a nagy utánpótlás klubok elcsábítani. Mi nyilván ennek nem kívánunk sohasem akadályt gördíteni az útjába. Természetesen azért nagyon fájna, ha elmenne innen valamikor, de azt én is úgy gondolom, ha nem is idén még, de egy jó NB2-es teljes felnőtt szezon után akár én azt gondolom, hogy egyen feljebb is kipróbálhatná magát, sőt, igazából valamilyen szinten javasolnám is ezt neki, de egy évre még biztos, hogy van itt szüksége, hogy meglássuk, hogy mire képes felnőttként, meg hát persze még tanul, tehát még javább előtte az élet, majd a munkahely is sokat változtathat még ezen. Én remélem, hogy az iskola mellett ez ilyen szinten továbbra is belefér a játékába. Aztán én azt gondolom, hogy ő neki azért az NB2 felnőttnél legalább egy osztályal azért még feljebb mutat a tudása, és azt javasolnám neki, hogy azért ott mérettesse meg magát. De azt tudnia kell, és hát szerintem tudja is, mert mindig elmondtuk neki, hogy mi itt mindig nagyon szívesen látjuk, és nem tudunk neki elég hálásak lenni már most, hogy fiatalon mennyit tett ezért az egyesületért, és nagyon remélem, hogy ez így végigkíséri ezen az úton, és majd az ő gyerekei is itt fognak kézilabdázni.
Május közepén Szekszárdon rendezték a középiskolás lány kispályás labdarúgó diákolimpia országos döntőjét. A Tolna megyei diáksporttanács szervezésében megvalósuló eseményen városunkat a Petőfi Sándor gimnázium csapata képviselte, mely a városi és megyei döntőn sem talált legyőzőre. Koncz János csapata 6 mérkőzéséből 3-at megnyert, mellyel a 15. helyet szerezte meg. A sorsolásnál nem volt szerencséje az országos döntőn a petőfiseknek, hiszen nehéz csoportba kerültek. A továbbjutásért az MTK-val, a Győrrel, a Debrecennel és Bajával mérkőztek meg. Koncz János a tornával kapcsolatban azt mondta, felemás érzésekkel utaztak haza. Kezdem a jóval. Nagyon jól éreztük magunkat, nagyon-nagyon jól küzdöttek a lányok, abszolút erőn felül teljesítettek. Ha azt mondom, hogy 6 mérkőzésünk volt a másfél nap alatt, és 6 mérkőzésből 3-at sikerült megnyernünk, akkor azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon remek eredmény országos döntőben. Ha most azt nézzük, hogy a 20 csapatból 15-ek lettünk, akkor arra azt mondom, hogy kicsit nehéz így összehozni, hogy hogyan jöhetett össze 3 győzelemmel 15. helyen zárni. Sajnos szerencsétlenül jöttek. Akkor kaptunk ki, amikor nagyon kellett volna, hogy feljebb tudjunk lépni a rangsorban, és akkor nyertünk, amikor majdnem mindegy volt. Ettől függetlenül 2 évvel ezelőtt voltunk országos döntőn, akkor nemhogy nyerni nem sikerült mérkőzést, hanem még gólt is, azt hiszem csak egyetlen egyet sikerült rúgnunk, úgyhogy most gólokat is rúgtunk, nem is egyet, nem is kettőt, azt hiszem összesen 6-ot vagy 7-et, meg hát 3 mérkőzés végén győztesen jöttünk le a pályáról, úgyhogy ilyen szempontból borzalmasan eredményes országos döntőnek könyveltem én el magam, és a lányoknak is megpróbáltam ezt így értelmeztetni. Ha azt nézzük, hogy minden megye bajnok volt ott, és nagyon-nagyon sok megyében már nagyon magas színvonalon folynak a női labdarúgás pillanatnyi állapotában, akkor tényleg egy jó eredmény az, hogy eleve eljutottunk odáig. Nagyon szerencsétlen volt a sorsolásunk, hiszen 5-ös csoportokba sorsoltak csapatokat, és az 5-ös csoportba bekerült hozzánk az MTK, vagyis Budapestnek a győztese, hát azt messze kiemelkedett a mezőnyből, úgy, mint a győri csapat, aki szintén a mi csoportunkba került, és a debreceni csapat, aki szintén a mi csoportunkba került. Tehát valójában a 3 legerősebb csapat az bekerült a mi 5-ös csoportunkba, mellénk már csak Baja csúszant be 5-ként. Hát Baját meg tudtuk verni, illetve a legeslegutolsó csoport mérkőzésen az MTK-t is megleptük. Egy olyan mérkőzésen, amikor nekünk mindenbe jött, 3-0-ra megvertük az MTK-t, nekünk mindenbe jött, tehát valójában 3-4-szer mentünk át az ellenfél térfelé, és az góllal fejeztük be. Az MTK meg szegény támadhatott 25 percen keresztül, amennyit akar, de félelmetesen jól védett a kapus, illetve nem találták el a kaput. Tehát ez egy nagyon jó kis mérkőzés volt, nagyon jó lendületet adott a másnapi helyosztókhoz, hogy azt az egyik legerősebb csapatot sikerült a csoportmérkőzések során megvernünk. Visszatérve a Győr és az MTK csapatára, hát utána az 1-8-ban mindenkit nagyon simán megvertek, és a döntőt ismét ők játszották, tehát ebből is látszódott, hogy a mi csoportunkban a legerősebb csapatok bekerültek, illetve a Debrecen, aki csoport 3. lehetett csak, azáltal, hogy MTK és az ETO is megverte őket. Így a 9-12. Helyig meg ő vert meg mindenkit az összes többi csoportból. Tehát még egyszer mondom, a 3 legerősebb csoport mellett 4.-ként tudtunk csak a csoportban tovább jutni, utána aztán ezért tudtunk csak a 15. helyért küzdeni, amit aztán végül is sikerült egy győzelemmel megszereznünk. Úgyhogy azért mondtam, hogy felemás, mert előzetesen lehet, hogy beleegyeztem volna egy 15. helybe, tudván, hogy nagyon-nagyon erős a színvonal. Ott viszont, hogy 3 győzelmünk is volt 6 mérkőzésből, szerencsésebben alakulhatott volna, és ha nem ebbe a csoportba kerülünk, akkor elképzelhető, hogy ott valahol a 10. hely környékén végzünk, ami hangsúlyozom, hogy abszolút nem várt és kiemelkedő eredmény lett volna. A Petőfi testnevelője elmondta, nem csak az ellenfelekkel, hanem a körülményekkel is meg kellett küzdeniük. Olyan kollégiuma voltunk elszállásolva, amire én azt hittem, hogy valamikor a 80-as években, amikor én középiskolában jártam és eljutottunk versenyekre, hogy azokat az épületeket már lerombolták. Hát nem, még van a tírmondóban, és olyan kollégiumi szobában és olyan vizes blokkban voltunk elszállásolva, hogy szegény lányok volt, aki még el is írta magát, mikor meglátta, hogy neki ilyen helyen kell majd aludnia és ilyen helyen tisztálkodnia. Aztán nyilván egy kicsit mi is belerázottunk, meg megnyugodtunk, hogy minden csapatnak ugyanez a körülmény van biztosítva. Úgyhogy nem a szervezéssel volt baj, hanem talán azzal, hogy Szekszárd nem tudott olyan körülményeket biztosítani kollégiumi ellátásban ennek a 20 csapatnak, hogy szerintem országos döntőhöz megfelelő méltó színvonal legyen. Így belegondolva, szűkebb kis pápai városunkban lényegesen jobb körülmények között meg tudtuk volna szervezni pályát tekintve is, és a szállás egyéb minőséget tekintve is egy országos döntőt.
Úgyhogy ilyen szempontból a lányok egy kicsit csalódottak voltak. Őszinte legyek, az elmúlt 20x évben én sem találkoztam ilyen színvonallal, úgyhogy egy kicsit meglepődtem én is, de ettől függetlenül aztán a hangulat, hála jó Istennek, ezt nem tükrözte végül is vissza, és magánk maguk a mérkőzéseken ez nem vetítődött ki, tehát a lányok jól érezték magukat. Ez a társaság együtt marad jövőre? Egyetlen egy végzősöm se volt, meg ha kiegészül most ezzel a két új lányzóval, aki most a következő hónapokban, hetekben, tehát lassan egy éven keresztül fog tudni gyakorolni. Én úgy gondolom, hogy a mi csapatunk csak erősödni fog. Megtanultunk egy újfajta játékrendszerben játszani, hiszen változtattak a megyei kiíráshoz képest az országos döntőn a kapuméreten, illetve a pályaméreten is. Ez nekünk egy kicsit jobban feküdt, ez a 20-40-es méter és hagyományos kézilabda kapura való játék. Meg kellett tanulnunk viszont nekünk is, hogy hogyan is kell nagyon technikás és gyors játékot játszó csapatok ellen játszani, ami abban is látszódott, hogy az első egy-két mérkőzésen még nem sikerült hoznunk a számunkra megfelelő formát, viszont utána aztán beleszoktunk ebbe a pörgősebb, gyorsabb játékba, tehát úgy érzem, hogy ilyen értelemben sokkal rutinosabban fogunk a jövő évnek nekiugrani, és én bízom benne, hogy a megyében, ha megint sikerül hoznunk az első helyet, akkor a következő évi országos döntőben már a lányok sem fognak kicsit félve megjelenni, és sokkal nagyobb önbizalommal tudunk és rutinosabban a pályára lépni. A Huszár közösségi házban rendezte a Szabad Gyalog Ese évadzáró versenyét. A bajnokságot több korcsoportban hirdették meg, végül a vártnál valamivel alacsonyabb részvételi arány miatt csoportösszevonást kellett alkalmazni. A Csapó László emlékverseny nevet viselő kupán végül beigazolódott a papírforma, a 27 fős mezőnyben az esélyesek végeztek az élen. A szervezők az óvodás korosztálytól a felnőttekig bezárólag várták a jelentkezést a versenyre, melyen végül 27-en jelentek meg. Az MB2-es csapat húzó emberei mellett a diákolimpiai versenyeken szereplő játékosokkal egyaránt találkozhattunk, így a végső sorrendet nagyjából sejteni lehetett. A tavalyi évtől kezdődően Csapó László egykori sakkszakosztályvezetőről neveztük el a szezonzáró versenyünket. Ő már jövőre 90 éves lenne, ha köztünk lenne, és 2 éve nyáron hunyt el. Tehát az ő emlékére tartjuk ezt a versenyt, ami valójában a Szabad Gyalog Sakk Egyesület évadzáró versenye. Több kategóriánk van, korcsoport, életkor szerinti korcsoportok, felnőtteknek egy úgynevezett open korcsoport, ami azt akarja, hogy gyerekek is indulhatnak ott, ha a tudásuk alapján úgy érzik, hogy ott kell indulniuk, van is rá egyébként bőven példa. Kísérőknek, szülőknek egy külön korcsoport, bár ők kevesebben jöttek össze, tehát őket egybe kellett raknunk a felnőttekkel, majd értékelésnél persze azért külön veszük őket, meg egyébként is más korcsoportokban is rákényszerültünk arra, hogy a kevés résztvevő miatt, hogy akár oda-visszavágós körmérkőzésbe játszassuk őket. Az eredeti kiírás szerint 7-fordulós svájci rendszer lett volna 15-15 perc gondolkodás idővel, de általában ugye rögtönöznünk kell a résztvevők számától függően. Összesen 27-en vesznek részt a versenyünkön. Hát ezt mondhatom, hogy átlagos szám az elmúlt évek alapján volt, amikor ennél sokkal többen voltak pár évvel, ezelőtt még duplája is megvolt ez. Talán majd a jövőben szaporodunk. Örömteli, hogy azért fiatalok is előfordulnak. Óvodás korcsoportunk is van, és itt 4-en is vannak 2010-es születésűek, tehát azért jön a fiatalság remélhetőleg. Felnőtteknél az erőviszonyok alapján azért megvan, hogy ki az esélyes. Idáig elég jól is áll az illető, ő egyébként ifjúsági korú, csak hát a felnőttek között indul, mert a tudása oda predesztinálja. Meg a többi korcsoportban is én azért, aki úgy képben vagyok nagyjából az erőviszonyokról, úgy meg tudom mondani nagyjából a végső sorrendet. Első 3 helyezett oklevéldíjazásban, illetve tárgyeremény díjazásban részesül. Tehát van olyan korcsoport, mivel a fiúkat, lányokat, férfiakat, nőket eleve külön értékeljük, hogy mondjuk ha 2 induló van ott, akkor ők rögtön ugye első és második helyezéssel fognak gazdagodni. Térjünk át akkor a további tervekre, hogy a nyár további része hogy fog kinézni, nálatok lesznek-e még versenyek? Nyáron sem áll meg az élet, sőt edzések is lesznek várhatóan, csütörtökön 3:30-6 óráig. Ugyanakkor tervezzük, hogy 4 napos FIDE versenyre is elmegyünk, a Nemzetközi Szövetséghez bejelentett versenyekre. Július 13-16-áig Ajkán lesz egy ilyen verseny,
illetve augusztus 17-től 20-áig pedig Veszprémben, ezekre hagyományosan már évek óta szoktunk menni egy olyan 6-8-10 résztvevővel. Itt lehet élőpontot szerezni, illetve veszteni is természetesen. És hát ide várom, hogy a szabadgyalogese játékosai jelentkezzenek. Itt csak az indulhat el, akinek érvényes egyesületi igazolása van valahol Magyarországon, tehát akárki nem, előtte ki kell váltani ezt az igazolást. Idén is szerepel a Sakka Neimin Olimpia sportrendezvényei között, ez pedig június 17-én, azaz jövő szombaton 10 órától kerül megrendezésre a helyőrségi művelődési otthonban, ez inkább a régi neve, most már közösségi ház. Itt is várok mindenkit, korcsoportok szerint vannak a kategóriák, felnőtteknek itt nincs kategória, tehát itt gyermekek, illetve ifjúsági korú játékosok vehetnek részt, bízom benne, hogy hát legalább ennyien leszünk, illetve tudok én olyanról, aki jelezte nekem már, hogy jövő héten tud jönni, de ezen a héten nem tud jönni a Csapó László emlékversenyre, tehát bízom benne azért, hogy leszünk jó páran. A testvérvárosokból vártok résztvevőket? Úgy értesültem, lehet, hogy aztán változott azóta, de hogy talán egy vagy két játékos várható az elmúlt évekre, ha visszatekintek. Nem nagyon voltak, talán Kovásznál tudnám mondani, hogy onnan volt biztosan játékos az elmúlt években. Bár emlékszek én korábbi években, egy olyan 5 évet, ha visszamegyünk, akkor azért jöttek Kampenből és Leinefeldéből is sakkozók bőven, 2-3 játékossal. Ez nagyon jó lenne, hogyha most is így történne. A versenyről annyit, hogy itt is 15 perc gondolkodási idő lesz, de csak 5 fordulót tudunk játszani, mert ugye a külföldi játékosok miatt ugye kötött az ebédidő, és emiatt ugye hát nem húzhatjuk akármeddig a versenyt, tehát 5 fordulót tudunk majd játszani. A versenyen kategóriájában Hamzáné Gyimesi Andrea, Margül Roland, Domonkos Eszter, Szabó Milán, Pongrácz Dóra, Mészáros Raúl, Kis Dorina, Sprejcer Zsigmond és Fekete István is első helyen végzett.